Micskei Bence vagyok, az önkormányzati rendezvényiroda vezetője, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezen a mai kicsit szeles, de azért szép napon köszönhessem itt Önöket. A Földnapja alkalmából rendezett környezettudatos és szemlélet formáló családi napunkon. Tisztelettel köszöntöm körünkben Karácsony Gergely polgármester urat, Sógor László képviselő urat, a Környezetvédelmi Bizottság elnökét, illetve Lévai Sándor önkormányzati képviselő urat, a Kulturális Bizottság elnökét köszöntjük szépen, illetve Szűcsné Tihanyi Gyöngyit, az Arany János iskola igazgatóját, akinek nem csak most, de egész évben nagyon sokat köszönhetünk, úgyhogy én is így személyesen köszönöm szépen neki az egész éves támogatást, amit rengeteg önkormányzati rendezvényen, gyerekek és műsorok formájában manifesztálódik, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. A megnyitót követően színes családi programokkal várjuk majd Önöket. A műsor első felében fellép majd a Meseház óvoda, az Arany János iskola és a Napraforgó óvoda. Rengeteg foglalkoztató és ismeretterjesztő sátor várja a kedves vendégeinket. Kicsik és nagyok egyaránt találnak érdekes kiegészítő programokat itt az Újvidék téren. Jó napot kívánok, a rendezvényt megnyitom. Szerintem ez lenne a legnépszerűbb megnyitó szöveg. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy érezzék nagyon jól magukat. Ugye most egy olyan rövid időszakra kipróbáljuk, hogy milyen ez a tér akkor, hogyha nem az autóké, hanem a gyalogosoké. Hogyha beválik ez az elképzelés, akkor szeretnénk ezt a helyzetet állandósítani, ha nem, akkor minden marad a régiben. De próbálnánk egy olyan városrészt kialakítani, ahol egy kicsit le tudunk csendesedni, és ahol megpróbáljuk a forgalmat valahogy úgy szabályozni, hogy ezt a teret újra tudjuk egyesíteni. Jaj, szedd a lábad, csacsikám! Hát soha nem érünk sehovára! Yeah! Te! Egyáltalán! Tudod, hogy hol van sehova? Nem tudom akkor, hogy találjuk meg, de nekem kell, hogy odaérjek, mert a sehol király annak adja lányát, aki teljesít. Három próbát, várja, egy, kettő, három, három próbát. De, Néma, hát vannak ott. Tudjátok, merre van sehova? Nem! Na hát akkor menjünk tovább, hát ha szembe jön. Hosszú az erdő, széles az erdő, míg a magtat haszta már, benne ez az erdő. Jaj, Istenem! Mi lehet téged, legény, nem kapok levegőt, segíts nekem, bezs meg! Nem tudok repülni, lefoghatt a szárja. Mindenem segíts, légy szíves. Hát, mi bajod van? Hát büdös van, nem érzed. De, érzem, most már. Érzed rajtam. Figyelj rám, annyi autó jár erre. Ebbe az erdőbe is. Nem tudok repülni. Odaadom a sálamat a szád elé. Jó. Ez elfogja a füstöt előled. Jó, várjál, megkössem? Meg! De ilyen sorosan. Ah, bocsánat. Jó. Na, hát mit szólsz? Jó most már? Jó. Most már nagyon jó, most már kapok levegőt. Jó. Köszönöm szépen. Hát szívem, már most már fázik a nyakom, de nem baj, te meg élsz tovább. Viszont, 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 visz
csavar jutom. Hogy visszajön tavaly.